számos különböző jelölt csomagot találtok itt nálunk az üzletben, most ezeket szeretném összehasonlítani. Rögtön nézzük ezt az egyszerű bridge méretű kártyát. Ez ugye nem egy bicycle minőségű kártya, bridge méretű, viszonylag ahhoz képest egyébként jól kezelhető, hogy nem bicycle. Nagyon egyszerű a jelölési rendszere, a kártyának egy adott pontját kell figyelni, és ott minden információt az ember megtalál. Tehát ez a legegyszerűbb jelölt csomagunk van. Ezen kívül kicsit már a komolyabbak felé nézelődünk. Egyrészt található egy Parlor jelölt csomagunk. Ez Phoenix kártyákból készül, nagy indexel. Itt is egyértelmű a jelölés, megint csak a kártyának egy adott részét kell nézni, illetve a kényelem miatt itt négy helyen is ismétlődik a jelzés, tehát akár jobbkezes valaki, akár balkezes, akár merre nyitott ki a kártyát, és akármilyen irányba állnak a lapok, gyönyörűen mindenhol látható a jelölés. Ami ennek plusz előnye, hogy ez nem csak egy jelölt csomag, hanem one way is, tehát ha egy lapot megfordítunk benne, vagy akár több lapot azonnal látjuk, és a nagy index miatt, illetve a nagy méret miatt ez színpadra, illetve szalon körülmények közé is kiválóan alkalmas. Ha maradunk a close-upnál, a személyes kedvencemet hadd mutassam meg, ez a Boris Wild csomag, ami teljesen egy normális bicycle csomagnak néz ki, részben ezért nagyon nagy kedvencem. A másik az, hogy itt nem egy ponton vannak a jelölések, hanem már a különböző színek különböző helyeken vannak. Így sokkal egyszerűbben meg tudok találni például egy adott kártyát, illetve a jelölés nagyon okosan azon a helyen van, ahol gyönyörűen látom akkor is, hogyha csak egyszerűen kiterítem a lapokat így, vagy kézben. És ez nagyon praktikus, én ezt szeretem a legjobban, ezt ajánlom a legjobban. Ha valaki mentál műsort csinál, vagy szereti az ilyen jellegű mutatványokat, akkor mindenképp figyelmébe ajánlom az ESP jelölt kártyáinkat. Itt egy teljesen semleges ilyen csillagos hátoldal minta van, és a klasszikus ESP jelek vannak benne ötször egymás után, tehát öt komplett készlet. Nagyon egyszerű itt is a jelölés, könnyű, könnyen észrevehető, kicsit messzebbről is gyönyörűen látszik. Itt is jelölt is, és van vég is, tehát a legkülönfélébb ESP-s mutatványokat meg lehet ezzel a készlettel csinálni. És végül akkor nézzük a legújabb dolgot, ami nem egy klasszikus jelölt csomag, ez a Prism Deck Joshua J-től. Itt az a szépsége a mutatványnak, hogy rengeteg mutatványt elmagyaráz egyébként rajta a DVD-n, többek között csomagszínezést is, és a csomagszínezés után egy olyan pakli marad a kezemben, ahol minden egyes lap más hátoldalú, más színű. És nagyon okos itt a jelölési rendszere, ugyanis minden egyes lapon azonos helyen egyébként ott van a szokásos jelölés, de nagyon okosan néha bele van olvadva ez a jelölés a grafikákba, tehát hogyha itt most mutogatom a legkülönfélébbet, van, hogy ilyen copyrightnak van álcázva, de egyszerűen van olyan, hogy a szövegben van elrejtve, tehát látszólag egy össze-vissza kártyacsomag, viszont ez is jelölt, tehát ha más mutatványokkal akarja az ember összekombinálni, ez is egy kiváló választás lehet, pláne egyébként a rajta lévő anyag miatt már önmagában érdemes elvinni. Remélem, hogy tudtam segíteni a jelölt csomagok kiválasztásában, és gyertek a figarobűvészbolt.hu-ra, vagy személyesen a boltba, és ha bármi további kérdésetek van, igyekszünk.